Elegendő mennyiség, jó minőség. 6400 tonna körül várható az idei dohánytermés, ami közel annyi, mint 2016-ban volt. Turizmus világnapja. 3,6%-os növekedés mutat a vendégészakák száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az év első 7 hónapjában, az előző év hasonló időszakához képest. Eredményes a vetésforgó, 7 ország kutatói tanácskoztak az Európában is egyedülállónak számító Vestségféle vetésforgó eredményeiről Nyíregyházán. 6400 tonna körül várható az idei dohánytermés, ami közel annyi, mint 2016-ban volt. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Minőségben pedig egy minimális javulás tapasztalható az elmúlt évhez képest, közölte híradónkkal Bényei Illés. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke azt is elmondta, a felvásárlás már elkezdődött, az árak a tavalyihoz hasonlóan alakulnak. A szárított dohányt válogatják ebben a Pócs Petri üzemben. Minőség szerint kerülnek különböző dobozokba a levelek. A földeken már csak kevés dohány van, lassan véget ér a betakarítás. Az ország dohánytermésének 80%-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében takarítják be. Megítélésem szerint kevesebb, mint 10% található még kint a földeken. Ez elsősorban azoknál a termelőknél van fenn, akiknek a szárítási kapacitásuk az kevesebb, mint amennyire szükségük lenne. Így önálluk kihúzódik a betakarítás. Hála Istennek az ősz az kedvező. Ez idáig még nem volt fagy, ami egyébként mindenképpen véget jelentene a termesztésnek, mármint hogy a szántóföldön akkor megsemmisül a kint maradt dohány. Valószínű, hogy maradéktalanul betakarítható lesz minden megtermelt dohány, és hát a termelők ezt be is takarítják. Tavasszal is kedvezően alakult az időjárás, a palánták kiültetését követően elegendő és megfelelő elosztású volt a csapadék, a nyári forróság és az asszály azonban megnehezítette a termelők dolgát. Ennek ellenére idén is jónak mutatkozik a termés. A dohány mennyiségében várhatóan az elmúlt évi szintet fogja hozni, ez egy 6300-6400 tonna körüli mennyiséget jelent. A minőségre még korai lenne hitelt érdemlő választ adni. Az eddigi tapasztalatok egy minimális javulást mutatnak az előző évhez képest. A felvásárlás is elkezdődött már. A Virginia esetében a szolnoki fermentálóban augusztusban, még Nyíregyházán szeptember közepén kezdték el az átvételt a termelőktől. Az árak megközelítőleg a tavalyiakhoz hasonlóan alakulnak, a Virginia esetében kilogrammonként 530-550 forint körül kapnak a termelők, a Burley-t pedig 460-490 forintért vásárolják. 3,6%-os növekedés mutat a vendégészakák száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az év első 7 hónapjában az előző év hasonló időszakához képest. A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele is emelkedett a megyében 5,5%-kal, derül ki a KSA adataiból. Ma van a turizmus világnapja, ennek célja az ágazat társadalmi, kulturális és gazdasági értékeinek hangsúlyozása. Görögország, Spanyolország és Horvátország idén is bekerült a magyarok által leggyakrabban látogatott úti célok közé. Ebben az évben volt olyan utazási iroda, ahol akár 50%-kal is nőtt a forgalom, de nem csak a külföldi, a belföldi turizmus is élénkült. A tavalyi évhez viszonyítottan azért az idei év sokkal előteljesebb az utazási irodák számára, tehát sokkal többen utaznak, akár belföldi, akár külföldi úti célokat, hogyha figyelembe vesszük. Belföldön nagyon sok esetben találkoztunk olyanokkal, hogy a kiemelt időszakokban itt az ünnepi hétvégéig, akár a nyári szezonokat, hogyha vesszük, telítettek voltak a szállodák. Nem tudtunk az utasnak már szobát foglalni, mert az volt a visszajelzés, hogy egy-két hétre, három hétre előre is minden szobájuk foglaltak voltak a kedvelt és jó minőségű magyar szállodáknak. Ezzel szemben a külföldi utazásokról idén elmondható, hogy szintén nőtt az utas létszám. Erősödött tavalyhoz képest a török és az egyiptomi piac igen jelentősen. Hál' Istennek ugye nem kaptunk negatív híreket annyira a régióból.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az év első felében 3,6%-kal nőtt a vendégészakák száma az év első 7 hónapjában a tavalyi adatokhoz képest, derül ki a KSH adataiból. De emelkedett még a kereskedelmi szálláshelyek bevétele is 5,5%-kal. A megyei számokból kiderül, júliusban nem a vendégforgalom növelte a szálláshelyek teljesítményét, hanem a szállásdíj húzta fel a mutatót. A térségben a Nyíregyházi Állatpark az egyik legmeghatározóbb turisztikai látványosság. Országos szinten ez az egyetlen nyereségesen működő állatkert, közölte még korábban 35 perc című műsorunkban az intézmény igazgatója. A Nyíregyházi Állatpark Európa legjobb állatkertje volt az 500 ezer látogató alatti állatkertek kategóriájában 2015-ben, tavaly pedig a park történetének második legjobb évét zárta 480 ezer látogatóval. Az állatparknak kétségtelen a vezető szerepe, nem csak a megye vagy a régió turizmusában, hanem országos szinten is ma már. És ezt meg kell őrizni. Abból mindenki profitál, hogy van egy ilyen hatalmas, sok látogatót vonzó intézmény a térségben, mert ennek örülnek a fürdők, ennek örül Tokaj, ennek tulajdonképpen bármilyen furcsa is örül Hortobágy, hogy jóval kevesebb vendéget fogadnak, de aki ide, most már javarészt úgy jönnek a vendégek, akik az állatokat, a természetet kedvelik, hogy mi vagyunk a fő cél. Az elmúlt évek alapján az utazási szokások olyan szempontból is változtak, hogy már nem csak a nyári szünet az aktív időszak, az utazni vágyók egész évben folyamatosan keresik a jó lehetőségeket. Hét ország kutatói tanácskoztak az Európában is egyedülállónak számító vescsikfélevetésforgó eredményeiről Nyíregyházán. Az esemény másik apropóját a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézete fennállásának 90. évfordulója adta. Az előadásokon elhangzott a kutatások célja, hogy javítsák a homoktalajok termékenységét. Idén ünnepli fennállásának 90. évfordulóját a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézete. A kétnapos konferencián hét ország szakemberei tanácskoznak a helyi eredményekről. Az eseményt idén első alkalommal hagyományőrző céllal szervezték, a jövőben két évente szeretnének majd hasonlót. Ez a vescsikfélevetésforgó biztosítja Európa második legrégebbi tartamkísérleti helyszínét. A kísérletek, mivel 1929 óta folynak, így nyilván történelmi eredmények mellett sikerült alkalmazkodnunk az újkor kihívásainak. Többek között olyan kutatásokat végzünk ebben a tartamkísérletben, amik a globális felmelegedéssel kapcsolatosak, a talaj szénkészletével kapcsolatosak, talajműveléssel, talajművelés költségeivel foglalkozó kutatások, de minden mellett a növénytermesztési technológiai kutatások mellett speciális növényeket is használunk ebben a vetésforgóban. Itt különböző műszeres méréseket végeznek, valamint laborértékelések alapján vizsgálják többek között a talaj fizikai ellenálló képességét és a talaj fizikai és kémiai paramétereit. De arról is készül feljegyzés például, hogy a szél a homokot milyen ütemben és dinamikával szállítja el a területről. A Nyíregyházi Vetésforgó Tájkutató Intézetként szolgálja a régió és az ország mezőgazdaságát. Különös hangsúlyt fektetnek azokra a talajvizsgálatokra, amelyek segítik a növények nemesítésének eredményességét, a klímaváltozás okozta körülmények ellenére is. A gyenge termő talajok hasznosításának olyan eredményei vannak, amelyek nemzetközi szinten is elismertek. Főleg a burgonya, bab, zöld borsó és rozs nemesítése és fajta fenntartása tekintetében. A másik a nemesítési kutatásaink, amit úgy gondolom, hogy nagyon eredményesek. Számos fajtánkat Európában termesztik, és csak ezeket a fajtánkat keresik bizonyos fajokból, például rozsfajokból, hogy egy példát mondjak, nagyon népszerű a pohánka fajtánk, tehát ezt is francia-német piacra keresik, és kizárólag ezt a fajtát keresik, de számos egyéb fajtánknál is ugyanúgy a fehérje növényeinknél, illetve kiemelkedő eredményeket értünk el biotechnológiai kutatásban is. Ebben az évben a Vescsik Vilmos díjat Jávor András kapta. Az elismerést azok a kutatók kaphatják, akik valamilyen kimagasló tevékenységet végeznek a szakmában. A Debreceni Egyetem Agrárkabinetének elnöke már 41 éve dolgozik az agráriumban. Ez az intézmény, ez egy olyan intézmény, ami 90 éve úgy működik, hogy társadalmi, gazdasági, szakmai igény van rá, és folyamatosan fejlődik, bővít, innovál. Én ezért különösen szívemnek szól az, hogy ezt a díjat én ma átvehetem.
A konferencián az is elhangzott, a kísérleteknek sajátos jövője van, még évszázadokig használják majd a vetésforgót, ugyanis az jelenti a kiemelkedő értékét, hogy változatlan formában hajthatják végre a kísérleteket. Magyarország nagyhatalomnak számított a tartamkísérletek szempontjából, ezt pedig muszáj megőrizni, tette hozzá Zsombik László. A vádirat ismertetésével, illetve a vádlottak és a tanúk kihallgatásával megkezdődött a nagycserkeszi állatkínzás büntettének tárgyalása a Nyíregyházi Járásbíróságon. A vádirat szerint a két vádlott lakóházuk udvarán tartott egy német juhász keverék kutyát, akinek a nyakára még kölyök korában zsinórt kötöttek, annyira szorosan, hogy átvágta a nyak bőrét és az izmokat is. A vádlottak nem gondoskodtak a kutya érelmezéséről sem, emiatt kórosan lesoványodott állapotba került. Fülöp rengeteg kezelés kapott, ám végül nem tudták megmenteni, és június elején elpusztult. A tárgyaláson az elsőrendű vádlott úgy nyilatkozott, hogy az állat etetéséről gondoskodtak. A szoros zsinórt nem ők tették a kutya nyakára. Elmondta, hogy mielőtt megtalálták az állatot náluk, a kutya több hete már elkúborolt, aznap hajnalban ment haza. Az, hogy milyen állapotba került a kutya, csak az interneten megjelent fényképeken látta. A bíróság tanúként hallgatta ki a kutyát ellátó alapítvány orvosát, aki elmondta, praxisában ilyen mértékig elhanyagolt állatot még nem látott. A bíróság a teljes körű bizonyítás lefolytatása véget szakértő kirendelését látta indokoltnak, ezért a tárgyalás november 29-ére elmepolta. Ma reggel a Magyar Közút Kft. A 38-as számú főútvonalon Gyulatanya és Varjulapos között elkezdte az úttesten az aszfalt felmarását. Szerdán 640 méteren, csütörtökön 400 méteren végzik a munkát. Ez alatt az idő alatt tárcsás irányítás segíti a forgalmat. Tündér óvi kertet alakítottak ki Nyíregyháza egyik óvodájában. Arról, hogy a kert hogyan szolgálja a kicsik fejlődését, hamarosan szólunk. Előtte azonban nézzük a híradó további témáit. A nemzetközi porondon kezdi a szezont a jövő héten a Fátum Nyíregyháza. A női röplabda csapat a Mevza Kupa nyitó tornáján október 3-án a szlovák Slavia Bratislava, október 5-én pedig a cseh Olomouc ellen lép pályára a Continental Arénában. Nem született meglepetés a szegedi tekézők nyíregyházi vendégjátékán. A tiszapartiak magabiztos, 7-1-es győzelemmel távoztak a Városi Stadion csarnokából. A Superliga következő fordulójában újabb nehéz ellenfél vár az NTK-ra, mivel a nemzetközi kupában is induló Győr otthonában lépnek dobóállásba fintáik. Tündér óvi kertet alakítottak ki Nyíregyházán a Tündérkert keleti óvoda udvarán. A Lego Manufacturing Kft. És a játékkal a kertközi óvodásokért alapítvány finanszírozásával épített kertben a kicsik megtanulhatják, mekkora energia van a természetben, valamint egy mezítlábas park is segíti a fejlődésüket. A Tündérkert óvoda pedagógiai programjában nagyon hangsúlyos a környezettudatosságra, fenntarthatóságra nevelés, és találkoztunk ezzel az iskolakert programmal, és ezt megálmodtuk óvodára. Ez azt jelenti, hogy 9 óvodai csoportunk van, minden csoportunknak egy kis magas ágyása van, ahol a növénygondozásban részt vesznek, egészen az ültetéstől az elfogyasztásig. A nemzetközi porondon kezdi a szezont a jövő héten a Fátum Nyíregyháza. A női röplabda csapat a Mevza Kupa nyitó tornáján, október 3-án, a szlovák Slavia Bratislava, október 5-én pedig a cseh Olomouc ellen lép pályára a Continental Arénában. Horváth András együttesének célja a 4-es döntőbe kerülés. 4 fronton a bajnokságban, a Magyar Kupában, a CEF Kupában és a Mevza Kupában is helyt kell állniuk a nyíregyházi női röplabdázóknak a 2017-2018-as szezonban. Utóbbi a Közép-Európai Liga a régió élcsapatait vonultatja fel. A nyitó tornát a jövő héten rendezik a Continental Arénában. Horváth András együttesének célja a 4-es döntőbe kerülés, de mint a vezetőedző elmondta, nem célként, hanem eszközként tekintenek a sorozatra. Mindenképpen a felkészülést segíti. Egy erős kuparendszer ez, egy erős bajnoki rendszer. Ugye külföldi csapatokkal végig, szlovákokkal, osztrákokkal, csehekkel, horvátokkal, mindenhonnan a bajnok vagy a második helyezett érkezik. Azt gondolom, hogy ilyen mérkőzés Magyarországon kevés van.
Ezért próbáljuk meg felhasználni arra, hogy a magyar bajnokságban minél előrébb lépjünk, minél több rutint szedjünk össze a mérkőzések alatt. A nyíregyházi játékosok augusztus második hete óta készülnek az előttük álló szezonra. A csapat kapitánya szerint már nagyon várják, hogy tétmecseken léphessenek pályára. Elég hosszú volt az elmúlt hónap, hát ilyenkor már nagyon várjuk azt, hogy végre tétmérkőzésen is érezhessük el a feelingjét. Nagyon-nagyon hosszú volt, nagyon kemény edzések voltak, sokszor nagyon elfáradtunk, úgyhogy szerintem mindenki remében mondhatom, hogy nagyon várjuk a mérkőzést, és nagyon pozitív minden, hála jó ég, nagyon profi körülmények között tudunk mindent véghez vinni, edzeni a gyuratást is. Ugye most a kontinentál csarnok is egy kicsikét újult előző évhez képest, a kondi edzéseket itt tudjuk végigcsinálni, a gyuratást itt tudjuk megcsinálni, nem kell körbe mennünk az egész városba, úgyhogy ez nekünk hatalmas segítség. Úgyhogy tényleg teljesen profi körülmények között vagyunk, a stáb is erősödött, van egy új ember velünk, aki még pluszba tud minket dolgoztatni, úgyhogy egyre erősebbek vagyunk. A nyíregyháziak két játékosa, Tóth Fruzsina és Villám Lilla kedden csatlakozott a csapathoz, ugyanis az elmúlt héten a magyar válogatottal az azerbajdzsáni Európa-bajnokságon szerepeltek. Hatalmas élmény volt ez az egésznek a hangulata, a légköre, azért mégiscsak egy Európa-bajnokság. Olyan csapatokat láttunk játszani, akiket máskor nagyon nehéz lenne megnézni. Nagyon jó meccseket is játszottunk, igaz, hogy sajnos nem tudtunk meccset nyerni, de közel is álltunk a meccs győzelmekhez. Visszatérve a Mevza kupához, a Fátum Nyíregyház október 3-án a Szlovák Szlávia Bratislava, október 5-én pedig a cseh Olomouc ellen lép pályára a Continental Arénában. A két vendégegyüttes október 4-én mér összetudását. Nem született meglepetés a szegedi tekézők nyíregyházi vendégjátékán. A tiszapartiak magabiztos 7-1-es győzelemmel távoztak a városi stadion csarnokából. A Szuperliga következő fordulójában újabb nehéz ellenfél vár az NTK-ra, mivel a nemzetközi kupában is induló Győr otthonában léptek dobóállásba fintáik. A több világbajnokkal érkező szegediek ellen az esélytelenek nyugalmával léphettek dobóállásba a nyíregyházi tekézők, akik apróbb részsikerek elérését tűzték ki célként maguk elé. A mérkőzés a várakozásoknak megfelelően alakult, a vendégek már a meccs elején tudatosították, hogy csak egy eredmény elképzelhető. Az utolsó sorban azonban megszerezte a becsületpontot az NTK, sőt nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy két nyíregyházi tekéző is sikerélményhez jusson. Végül a Szeged 7-1-re győzött a 3240 fáig jutó házigazda ellen. Rögtön a mérkőzés kezdetekor a 6-szoros világbajnok is Norbert lépett dobóállásba, és csodálhattuk a játékát. Egy kicsit lazábbra vette a végén a figurát, de maga biztosan begyűjtötte a Ráski János, a Szlovenszki Attila párosunk ellen a csapatpontot. Még mellette lévő játékosuk is könnyedén hozta a pontot, és már ekkor látszódott, hogy elég tetemes hátrányba kerültünk, és egy óriási vereség is lehet majd ennek a következménye. A középső sorban végül is tovább nőtt a szegediek fa előnye, természetesen sikeresen vette a kétszeres világbajnok Harsai Laci a Kastor Zsolt elleni párharcot, és mellette az ellenfele is szintén megcsinálta a fontos csapatpontot a Szeged számára, és már ekkor több mint 300 fával vezetett a Szeged, és 4-0 arányban mindenképpen elhúzott tőlünk. Hát a zárósorban a Dezsőnek, illetve jó magamnak a becsületpontért kellett küzdenünk. A Dezsőnek ez végül sikerült, nekem pedig csupán két fám múlott az utolsó néhány dobáson ment el ez a bravúr. De úgy gondoljuk, hogy ez a 1-7-es vereség, ez mindenképpen számunkra egy nagyon szép eredmény volt. A hétvégén újabb nehéz mérkőzés vár a nyíregyháziakra, fintáig Győrben lépnek majd dobóállásba. Mindenképpen a hazai csapat mellett szólnak a esélyek, ugyanis a hazai csapat a nemzetközi NBC kupára való felkészülésének utolsó állomása ez számukra, úgyhogy teljes csapattal fognak kiállni ellenünk, ami számunkra nem olyan jó hír. Azonban nagyon jó hír, hogy talán a legerősebb összeállításba végre valahára fel tud lépni a nyíregyházi csapat, és most már megtudjuk azt, hogy mire vagyunk igazából képesek. Azt lehet mondani, hogy könnyedén tudunk játszani. Bízunk benne, hogy több szettpontot is sikerül majd összeszednünk. Titkon mindenképpen egy meglepetést szeretnénk, mert hogy is mennénk el egy ilyen csapathoz, mint hogy ne meglepetést okozzunk, de abszolút nem felemelt kézzel fogunk odaérkezni. Meglátjuk, hogy mi sikerül ebből a mérkőzésből. Magunkért kell játszani, és a részsikereket mindenképpen megcsinálni Győrben.
Négy fordulót követően a Répcelak, a Szeged, a Zalaegerszeg és a Győr 100%-os a Szuperligában. Három csapat, a Ferencváros, a Balogunyom és a Nyíregyházi Teke Klub még nem szerzett pontot. Most pedig híradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. 6400 tonna körül várható az idei dohánytermés, ami közel annyi, mint 2016-ban volt. Minőségben pedig egy minimális javulás tapasztalható az elmúlt évekhez képest, közölte híradónkkal Bényei Illés. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke azt is elmondta, a felvásárlás már elkezdődött, az árak a tavalyihoz hasonlóan alakulnak. 3,6%-os növekedés mutat a vendégészakák száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az év első 7 hónapjában, az előző év hasonló időszakához képest. A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele is emelkedett a megyében, 5,5%-kal, derül ki a KSH adataiból. Ma van a turizmus világnapja, ennek célja az ágazat társadalmi, kulturális és gazdasági értékeinek hangsúlyozása. 7 ország kutatói tanácskoztak az Európában is egyedülállónak számító Vestsik-féle vetésforgó eredményeiről Nyíregyházán. Az esemény másik apropóját a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézete fennállásának 90. évfordulója adta. Az előadásokon elhangzott, a kutatások célja, hogy javítsák a homoktalajok termékenységét. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 27-én, szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik holnapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik a csendes őszi időjárás. Az észak-európai anticiklon délkeleti peremén, az itt lévőnél pár fokkal hűvösebb, száraz levegő szivárog a Kárpát-medence térségébe. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható, csapadék nem lesz. A keleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változó felhőzetre több órás napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. A keleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégéig folytatódik a csendes, őszi idő csapadék nélkül. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A jövő hét elejétől ugyanakkor egy frontrendszer miatt felhősebbre, csapadékosra fordul az idő, és akkortól a nappali felmelegedés is mérséklődik.